lehetőséget, és nem hivatalból, mert ugye advent harmadik vasárnapja az öröm vasárnapja, hanem tényleg őszintén örömmel köszöntök mindenkit. Annál is inkább, hiszen azt hiszem, hogy ez a ház megtalálta a küldetését. Annak idején, amikor pár évvel ezelőtt útnak indult, azt mondtam, hogy a neve otthon közösségi ház. Érezze magát mindenki otthon, legyen valóban a közösségnek, és az egyháznak is egy háza, meg a népnek is egy háza. Ezzel a néhány gondolattal szeretnék további szép estéket, örömteli ittléteket kívánni, nem csak az itt ülőknek, hanem ezen a színpadon játszóknak is. Nem titok az a törekvés, ami most itt a napokban, az utóbbi hónapokban köztünk végbe megy. Nem mondom, hogy nem voltak szikrázások, de hát ahhoz, hogy fény legyen, ahhoz szikrának is szüksége van. Úgy néz ki, hogy ez a ház megtalálta Krisztiánék segítségével azt a küldetését, amire annak idején szánták. Mi próbálkoztunk mindenféle lehetőséggel, nem találtuk. Lehet, hogy gondviselésszerű, hogy vannak itt ifjú titánok, akikben van lelkesedés, erő, energia. Otthonuknak érzik, közösséget akarnak, és valóban a házat és az egyházat is magukénak érzik. És hát a jövőben bízunk abban, hogy sikerül úgy együttműködnünk, hogy minél több ajándékot tudnak, hogy ne csak advent harmadik vasárnapján legyen öröm az itt lét, hanem minden egyes alkalommal, amikor ide belépnek. Én kívánok nagyon szép további adventi estéket, és még boldogabb, teljesen örömteli szent karácsonyt mindnyájuknak. Volt egy karácsonyi rendezvényünk, a nyugdíjas közalkalmazottak, köztisztviselőknek a rendezvénye, közel 400 ember volt ott, és hát arra készültem, és olvastam egy nagyon szép történetet, amit én még nem olvastam. Biztos nagyon sokan ismerik már, egy adventi történet, egy adventi mese, a négy gyertya meséje. Én nagyon röviden ezt szeretném elmondani, mert nagyon-nagyon tanulságos, és azt hiszem a mai fiataloknak nagyon sokat kéne foglalkozni ennek a mesének a történetével és a tanulságaival. Négy gyertya égett, a négy adventi gyertya, és nagyon nagy csönd volt, olyan csend, hogy a beszélgetésüket, a négy gyertya beszélgetését lehetett hallani. Az első gyertya volt a béke. És ő azt mondta a másik háromnak, hogy nincs már szükség rá a világba, az emberek nem tudnak békében élni, rettenetesen nagy gond és nagy probléma ez, és elaludt. A következő gyertya az öröm volt, azt hiszem az öröm, és szintén teljesen kétségbe volt esve, mert azt mondta, hogy nincs szüksége már az örömre az embereknek. És ezzel ő is elaludt. A harmadik gyertya a hit volt, és az volt a lényege, hogy ő is panaszkodott, hogy az emberek nem hisznek már semmiben, megszűnt az egymással való kapcsolatuk, és ő is elaludt. A negyedik gyertya még égett, bejött egy kisgyerek, és teljesen kétségbe volt esve, mert meglátta a három elaludt gyertyát. És elkezdett sírni és panaszkodni, hogy szükség lenne rájuk, mert olyan dolgok ezek, amelyekre az egész világnak szüksége van. És a negyedik gyertya volt a temény. És megszólalt a negyedik gyertya, hogy addig, amíg én égek, addig van remény, és addig minden olyan esemény és minden olyan gondolat megvalósulhat, amely a négy adventi gyertyát jelképezi. És ezzel megnyitotta a másik három gyertyát, és ez a kisgyermek nagyon boldog volt, és újra elkezdett mosolyogni. Ezzel a kis történettel kívánok önöknek nagyon-nagyon békés, boldog adventet még, és egy nagyon békés, boldog karácsonyt, és egy sokkal, de sokkal gazdagabb új esztendőt. Uram, 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 egy kicsit még add meg nekem, a kedvesem. Egy nap, két nap,
nyolc nap. Engedd át őt egy kicsit még nekem. Adj még egy kis időt imádni őt, időt még gyűjthetek emlékeket. Uram, igen, Uram, engedd nekem, hogy szép legyen életem. Egy kicsit még, hagyd meg nekem a kedvesem. Hat hét, öt hét, két hét, ne nézz így rám, legyen csupán egy hét. Jöhet a vég. Uram, igen, Uram, tévedtem már, de ha szeretsz, nagy ég, nekem csupán egyetlen te.